Kellemes időtöltés, szép napot, sziasztok! M3 Autopark vagyunk, velem a Zoknifej Peti kollégám, aki hozott két darab alfa kulcsot. Ez a kettő darab alfa kulcs az ehhez a 156-oshoz való. Ez egy sportvagon verzió, ami 2005-ös 1.9 JTD motoros, és rendkívül jól indul. Ugye ezt rögtön le is tesztelhettük már. Ellenőrző lámpák kihaszanak, és ugye láthatjátok, 156.800 kilométert futott mindösszesen. Erre garanciát mellünk vállalni, hiszen itt Concerto és Feri is ezt a szervizfüzetet böngészik, és itt látható, hogy nem oly régen volt az autó szervizelve, 2011 8-óba. Jó sok extra van benne, szerintem ami nekem tetszik, ez a középső konzolon, itt ez a két oldali digitális automata klíma, aztán van bordkomputer, ugye, és gyári CD. Itt vannak a kis kijelzők, hogy üzemanyag, meg idő, meg hőmérséklet. Itt fönt a komputerét tudjuk nézegetni, hogy a fogyasztásunk, egyebek, meddig tart és hova tartunk egyáltalán. Az autónkban két oldalra tükrök, aztán ugye ASR kikapcsolható, bekapcsolható, elő-hátul kötfényszóró, középső könyöktámasz, és itt látható különben, hogy ugye friss műszakitval áruljuk ezt a kis szerkentyűt, és sok-sok extra ugye fel van sorolva. 8 darab légzsák van benne, itt láthatóak ugye A-oszlop, B-oszlop is, ülésben is, úgyhogy meg vagyunk védve, hogyha esetleg olyan dolog történne, de ne történjen. Ezen kívül 4 darab elektromos ablakunk van, elektromos tükör, azt mutattam onnan lentről. Gyönyörű szépek ezek a kis plüssülések benne, amik nincsenek elkopva, nincs kiülve, eredeti állapotába, pozíciójába lehet benne ücsörögni. Természetesen ugye innentől kezdve a hátulja az még szebb, hiszen itt jóval kevesebbet ücsörögnek általában az emberek, középső könyöktámasz, fejtámla és elektromos ablak a hátsó utasnak. Ezen kívül gyönyörű szép gyári alufelni van rajta, és egy sötét szürke metál színű ez a jószág szerintem. A hátulját is kinyitottam, hiszen itt van az ajándék verzió, gyönyörű szép téli gumik, nem gyönyörű szépek, hanem nagyon jó állapotúak, inkább azt mondanám, szép a mintázat, és lemezfelnire szerelten télen nem kell majd hozzá venni. Ezen kívül még megmutattam még a motorteret is, azt is kinyitottam, persze csak ha sikerül, ugye még kötfényszóró is van a különben, itt ez látható, és akkor talán sikerül kinyitnom, de egyáltalán nem biztos, sikerült, és a gázrugók ugye megtartják a tetőt, ez is egy jó dolog benne, és az is jó, hogy szép tiszta tartályunk van, és normálisan szépen jár a motor, jó az akkumulátor, szerintem más nem tudok megmutatni, többit itt esetleg helyszínen lehet tovább kérdezősködni, nézelődni. A viszontlátásra, sziasztok!